Jó estét kívánok! Szeptember a demencia és az Alzheimer kór hónapja. Országos programsorozat keretében hívják fel a figyelmet a betegségre és az abban szenvedők ellátására. Utóbbi egyik eszköze a zeneterápia. Erről is szó lesz mai adásunkban, és lássuk, hogy még miről. Ár- és belvízvédelmi projektek, folyamatosak a fejlesztések a Feti vízignél. Örökségünk táborok megújuló üdülőközpontokban nyaralhatnak fiatalok. Memória, melódia, zenével a demenciában szenvedők állapotromlása ellen. Fél idejében jár az óriási méretű Tisza-túr tározó építése, már a beeresztő műtárgy is a helyére került. Az árvízvédelmi fejlesztések mellett a belvíz elleni védekezést is szolgálják különféle beruházások a Felső-Tisza-vidéki vízügyi igazgatóság működési területén. Mindezekről a társaság igazgatóját kérdezzük. Bodnár Gáspár úr, jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok. Hogy kezdjem azzal, hogy azért, amikor a nyugat-európai árvizekről hallunk tudósítást, akkor azért úgy megdobban az ember szíve, és ott a reménység, egy picit a hála is, hogy a mi védelmi rendszerünk azért úgy tűnik, hogy a helyén van, bár minket ez az árhullám elkerült, de nem volt ez mindig így. Igen, minket is meglepett, szakembereket, amit Németországban, Belgiumban láthattunk az árvíz kapcsán. Például olyan fejlesztéseket terveznek, hogy SMS riasztást fognak bevezetni, ezt mi már hosszú évekkel ezelőtt elkezdtük, ezt a riasztórendszert, ennek a működtetését, és én úgy gondolom, hogy minket se fog elkerülni a nagy víz, a probléma, tehát nekünk fejleszteni kell folyamatosan az árvízvédelmi rendszerünket, az árvízvédelmi szervezetet, a gépeket, berendezéseket, hiszen látjuk, hogy milyen módon változott meg az időjárás, tehát bármikor, bármilyen rendkívüli helyzet pillanatok alatt kialakulhat, már Európában is. Például villámárvizek, így van. Mire alkalmas a mostani rendszerünk? A mostani rendszerünk folyamatosan fejlődik, tehát én úgy gondolom, hogy alkalmas arra, hogy időben riasztást tudjunk adni, időben el tudjuk rendelni az árvízvédelmi készültséget, a védelmi szervezet tagjai a megfelelő berendezésekkel a helyszínre tudjanak érkezni, és egy nagy árvíznek a kivédésére is alkalmasak vagyunk, hiszen már két árvízi tározó van az igazgatóság területén, a Szamoskraszna-közé és a Beregi, bevethető állapotban vannak, működőképesek, de a Felső-Tisza vidékét segíti a cigándi tározónak az üzembehelyezése is, hiszen a Felső-Szabolcsi védvonalakon ez a tározó segít majd bennünket, és hát a említett Tisza-túr tározó, ami gőzerővel épül, szintén nagy segítséget fog adni, és nagyon fontos, hogy ezek a tározók a határtérségben találhatók, ahol a nagy árvizek is hazánkba érkeznek, tehát ott kell az azonnali beavatkozásokat megtenni, és ott a legkevesebb az idő is. Említette, hogy folyamatosak a fejlesztések, az igazán nagy lépések, azok honnan datálódnak, és milyen stratégia mentén haladnak? Hát az igazi váltás, paradigma váltás az árvízvédelemben a 2001-es árvíz után következett be, ami mindenki által jól ismert tragédia volt olyan szempontból, hogy a Bereget elöntötte az árvíz, de hál' Istennek emberéletet nem követelt. És akkor született az a döntés, hogy nem csak a gátak erősítése, emelése a feladat, illetve az a feladat, hogy ezt emeljük, az égig nem lehet, nyilván ez egy új helyzetet eredményezett. Innen jött a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése című programunk, aminek az a lényege, hogy emelni kell a töltéseket is, fejleszteni kell az árvízi tározórendszert is, és természetesen a nem szerkezeti módszereket, az előrejelzést, a távjelzést is fejlesztenünk kell. Tehát ez egy komplett programcsomag, ennek mentén haladnak a fejlesztéseink. Az elmúlt évben két töltésfejlesztési projektet fejeztünk be a Tivadari híd környékén, illetve a túrtorkolat fölötti tiszatöltésen, és jelen pillanatban pedig az árvízi tározó építése folyik teljes erővel. Hogyan haladnak tovább, hamarosan indul az új pályázati időszak?
Hát mindenek előtt befejezzük a tározót, utána pedig a töltéseket fogjuk kiépíteni Gulács fölötti szakaszainkon. Ez azt jelenti, hogy az ország határtól egészen Gulácsig a Tisza töltését megerősítjük, illetve a Túr torkolati szakaszait, hiszen a Túrnak a töltéseit nem a Túr árvizeit fogadja csak, hanem a Tisza víz is terheli, tehát nagyon fontos, hogy a teherbíró képességét megfelelő legyen, és a tározókat majd akkor nyitjuk, ha olyan előrejelzés birtokába jutunk, ami azt mutatja, hogy biztonsággal nem lehet a töltések között tartani a vizet. Tehát ezek az árvízi tározók nem csak a sok víz, hanem a kevés víz kezelésére is alkalmasak, hiszen olyan zsilipek vannak kiépítve, amin be tudjuk vezetni a vizet, illetve a Tiszatúr tározónál egy szivattyú telepet építünk a Tisza partjára, egy naperőművel, és bármikor igény szerint tudunk vizet pótolni a rendszerbe. Mindemellett azért van, amit önmagában nem képes a Feti vízig megoldani, együttműködés szükséges, hiszen ezek a folyók nem feltétlenül innen Magyarországról erednek. Hát legfontosabb, hogy a külföldi partnerekkel megfelelő legyen az együttműködés. Romániával, Ukrajnával azt lehet mondani, hogy kiváló kapcsolatrendszerünk van. Minden szükséges információt megkapunk. Az ukrán kollégákkal közösen működtetünk egy távjelzőrendszert. Ez ma már több mint 170 állomásból áll, Kárpátalján és magyar területen. 5 percenként kapunk információt a csapadék tevékenységről, a léghőmérséklet változásról, vízállás változásról. Ez azért is fontos, mert annak az időpontnak a meghatározása, hogy mikor nyissuk ki a tározó zsilipét és engedjük ki a területre a vizet, a legfontosabb feladat. Minden késlekedés vagy korábban meghozott döntés a nyitásra vonatkozóan nem tudja megoldani a csökkentés, az árvízszint csökkentésének a feladatát, és a víz kiterül, és mégsem oldottuk meg a töltések közötti vízszint csökkenés problémáját. Mindemellett én úgy tudom, hogy nem csak a jelzőrendszerben van együttműködés, hanem a töltésfejlesztésekért is van valamilyen összefogás. Természetesen a két kormány meghatalmazott, korábban aláírt egy fejlesztési programot, ennek mentén fejlesztik az ukrán töltéseket, ami összhangban van a magyar oldali fejlesztésekkel. És hát ugye a fejlesztések töretlenek ott is, éppen ezért fontos, hogy a mi programunk is töretlenül haladjon előre, hiszen az ott megépített vagy magasított töltések nem kedvezőek a mi területeinkre. Az ottani lakosokat természetesen védik, de hamarabb érkezik és nagyobb magassággal az árvíz a mi területünkre, hiszen olyan helyeken is építettek töltést, ahol eddig nem volt. Ez természetes igény, hiszen lakott területeket védtek be, települések tucatjait öntött el korábban a nagy víz, ezt most ők próbálják elkerülni, de ennek a hatása Magyarországon érződni fog, és erre készülünk. Nem csak az árvizekkel kell foglalkozni, hanem a belvizekkel is. Erre vonatkozóan milyen beruházásokat végeznek? Hát egy nagyon komoly fejlesztés zajlik, a Harangoldi tározónak a rekonstrukciója. Ez azt jelenti, hogy a tározó térből több mint 200 ezer köbméternyi évtizedek alatt leülepedett iszapot eltávolítunk. Új előülepítőrendszert építünk ki, ami azt jelenti, hogy az érkező vizeket nem engedjük rögtön a tározóba, hanem egy nagyobb szelvényű csatornaszakaszra vezetjük, ahol lecsökken a sebessége és lerakja a hordalékát, és ez a tározóba már nem tud bejutni. A Kállói főfolyáson kialakítottunk olyan szelvényeket, ahol vizet tudunk visszatartani, 4 olyan szelvény lett kialakítva, tehát nem csak a belvizek fogadását és elvezetését segítik a beruházásaink, hanem az, hogy a területre lehullott csapadékvizek a helyszínen hasznosuljanak, mert nagyon súlyos vízhiánnyal küzdünk mindenütt, de a nyírségbe pedig különösen. Mit jelent ez a mezőgazdaság számára? Nagyon nagy problémát jelent, hiszen a talajvízszintek nagyon lesüllyedtek, helyenként már veszélyeztetik az erdők és az ültetvényeknek a létét, művelését, tehát éppen ezért fontos, hogy ezek a vizek, amik a területre hullanak, itt maradjanak és hasznosuljanak. Valamennyi belvizes fejlesztés, amit a jövőben is tervezünk, most már úgy van elképzelve, hogy nem csak a vizek gyors elvezetését, hanem a vizek visszatartását, utána pedig a vizek megfelelő szintű szétosztását is tudják biztosítani. Ha már itt a jövőt emlegetjük, milyen forrásokból és mi az, amit terveznek?
a közeljövőben még? Ezek döntően Európai Uniós forrásokból fognak megvalósulni. A belvíz védekezés területén például egy több mint 4 milliárd forintos program indul, 200 kilométer hosszú csatornarendszernek a megújítására kerül sor, 70 műtárnak az átépítésére, és 25 új vízvisszatartó, vízkormányzó műtárnak a kialakítására fog sor kerülni. Ezek a munkálatok rövid időn belül elkezdődnek itt a mi térségünkben, és hát egy nagyon nagy feladat lesz a nyírség vízpótlásának a megoldása. Ennek a tervezési munkálatai elkezdődtek. Milyen összegekről beszélünk itt? Itt milliárdokról, 10 milliárdokról beszélünk. Az elmúlt időszakot figyeljük, az árvízi, vízrendezési, védelmi beruházások, vízgazdálkodási beruházások már összesen 100 milliárdhoz közelítenek. Kell ehhez önerő, vagy ez mind uniós forrás? Ehhez az igazgatóságnak nem kell önerőt fordítani, biztosítani, tehát ez megy a uniós forrásokból. Igazgató úr, további jó munkát kívánok. Egyrészt keveset, másrészt pedig sikereset. Köszönöm szépen. Hogy befáradt. A tiszántúli református egyházkerület megújuló üdülőközpontjaiban táborozhatnak fiatalok ezen a nyáron is. A megyénket is érintő örökségünk program során mások mellett kerékpárral és kajakon kenun járhatják be az iskolások a beregi és a szatmári vidéket. A résztvevők kiválasztásánál fontos szempont az esélyegyenlőség biztosítása. Jó, figyelj rám egy picikét, akkor azt ne felejtsd már el, hogy ezt a bicikli távolságot, a másfél méter tartsuk már meg. Nagyon-nagyon fontos, hogy amikor fékezni kell, akkor ne szaladja másikba bele. Amit mondtak itt nekünk, hogyha leesik valami, akkor ne azonnal megállsz, hanem szépen lassan ott hagyod, majd felvesszük, nehogy a többieket feltarts. Jó, erre nagyon-nagyon figyelj! Még egy utolsó eligazítás, aztán indulhat is a túra. Kerékpáron barangolták be a Bereget, múlt hét csütörtökön ezek a fiatalok. Törökszent Miklóson érkeztek a Beregdaróci 7 csillag üdülő központba. 6 napon keresztül pihentek itt, a tiszántúli református egyház kerület örökségünk táborának keretében. A programok során megismerhették azt a gazdag örökséget, amelyet ezt a vidék biztosít. Ezen a tájon, a Szabolcs-Bereg-Szatmári tájon olyan történelmi nemzeti örökség van, amelyik visszavezet bennünket a múltunkba, azokba a történelmi eseményekbe, amik akár a Esze Tamás és a kurucok helyzete volt, vagy akár a szomorú trianoni események, hiszen itt pár kilométerre van a határ, ami Kárpátaljától elválaszt bennünket. De itt vannak velünk azok a egyháztörténeti események is, amelyeket a templomaink őriznek. Művészeti, kulturális közegben láthatják a korok rétegződését a gyermekek, a románkor, a gótika, a reformáció korának a leegyszerűsített építészete, akár Tákoson a mezitlábos Notre-Dame-ra, ha gondolunk. De itt vannak a klasszicista emlékek, Kölcsey Ferenc, a Tisza környékét bejáró Petőfi Sándor és a Tisza vers születésének a helyszíne Nagyar. Egy csomó olyan dolog van itt, amit az ember kézzel foghatóan tapinthat, nem csak tankönyvekből ismerhet meg. Itt van a természeti örökség, hiszen itt számos folyóval lehet megismerkedni, a Tiszával, a Túrral, a Szamossal, a Krasznával. Olyan tobzódás, mindezt sík terepen, ahol kellemesen lehet kerékpározni, olyan hajózási, csónakázási vagy evezési lehetőségek vannak, ami kevés helyen az országban. Kicsit messze van az ország szívétől, de nagyon jó ide eljutni Beregdarócra vagy Tivadarra. Ennek a programnak éppen az a célja, hogy az örökségünk tudatában erősítse meg bennünket, amelyik nagyon gazdag. És az Úristennek köszönjük, hogy egy ilyen világ vesz bennünket körül. Hogyha az ember otthon marad, akkor nem lát semmit, illetve a négy falat láthatja. Ha kimozdul, ha kimer mozdulni, akkor pedig ilyen csodákban lehet része, ami a teremtett világnak a csodája. Én azt remélem, hogy akár hátrányos helyzetű egy gyermek, akár jobban konszolidált családból jön, körülbelül 2700-an voltak már itt, és még számítunk legalább ugyanennyi gyermekre 2023. júniusáig,
ez egy olyan küldetés, amit szószékről, templomban vagy egy templomban nem lehet átadni. Ez csak itt a természet közelben lehet átadni, és ennek örülünk, hogy ennek a szolgálatába állhattunk. A programot bemutató sajtótájékoztatón a megyei közgyűlés alelnöke is azt emelte ki, hogy érték, örökség, összetartozás mind egy helyen található meg ebben a térségben. A táboroztatás egyik kulcseleme az, hogy valóban egy olyan örökségturisztikai élményben legyen része annak, aki idejön, és itt most főleg azért a gyerekeket emelném ki, amely reméljük, hogy meghatározó lesz az ő életükben. Amellett, hogy egy aktív pihenésnek a része, se hiszen kerékpárral, vagy akár gyalog, vagy akár mondjuk egy más fajta szervezett közlekedési eszközzel meg tudják közelíteni azokat a helyszíneket, amelyek itt a térségben kiemelkedő jelentőségűek, legyenek azok templomok vagy más örökségi helyszínek, és kapnak egy olyan üzenetet, egy olyan értéket magukkal, amelyet magukkal tudnak vinni, amely úgy gondolom, hogyha hazamennek, akkor biztos, hogy a saját életükben is egy olyan üzenetként tud majd érvényesülni, amely bízunk benne, hogy a későbbiekben is, majd hogyha nekik gyerekeik lesznek, akkor majd visszahozza őket ide Beregdarócra és a Szatmár-Beregi térségbe. A 2023-ig tartó program Beregdaróc és Tivadar mellett több más településen is zajlik. Van egy debreceni központú programunk, ahol a város irodalmi történelmi öröksége, ott roller segíti a közlekedő gyermekeket, ifjakat, és az a közeg, amit a református kollégium adhat, ami a Nyilasmisi iskolája volt, az eleve nagy élmény, és talán a falusi gyermekeknek jó, hogyha belekóstolnak egy ilyen nagyobb városi nyüzsgésbe, mint ami Debrecenben találja őket. A következő helyszínünk pedig Beregfürdő, ahol nem csak gyógyvíz van, hanem a Tiszató szomszédságában megint egy olyan túra lehetőség, ami sajátos programokra ad lehetőséget. Mindenütt feszes a program, de a tájegységnek megfelelően sajátos, úgyhogy akár végig is járhatja egy-egy csoport a különböző helyszíneket, és nem unja meg, mert mást és mást lát, és másként hallja azt a történelmi örökséget, ami a mi sajátunk. A programok 35 és 50 fő csoportokban zajlanak, így van, hogy a négy helyszínen összesen 200-an táboroznak. Tulajdonképpen Szegedtől, az egész Tiszántúl területéről minden irányból érkeznek csoportok, és ezek nem csak iskolai csoportokra kell gondolni, hanem ezek gyülekezeti csoportoktól, egyházközségek által szervezett csoportokon át nagyon sokféle tábor történik. Ami viszont fontos, hogy ők azt veszem észre, hogy nagyon-nagyon, sokszor most járnak itt először, és nagyon megtetszik nekik például ez a Felső-Tisza vidéki terület, vagy persze a Tiszatúra is gondolhatnánk, és visszatérnek. Tehát több esetben látom, hogy a csoportok visszatérő vendégek, és nem csak a program keretében, hanem a programon túl is családdal. Tehát abban bízunk, hogy tulajdonképpen a jövő turistái itt megjelennek folyamatosan, és a térség egyre inkább népszerű lesz közöttük. Mi az, amivel ők eltöltik ezt a 6 napot, és hogyan látjátok, mennyire sikerül őket rávenni ilyen kulturális programokra, és olyan helyekre elvinni, ahol azért máshol nem sűrű járnak? Ugye hát hagyományos keretek között egy osztálykirándulás buszos túraként, vagy buszos kirándulásként szokott működni, és nagyon érdekes volt azt megtapasztalni, hogy a gyerekeknek legkevésbé egy buszos kirándulás éri el az inger küszöbét, hogyha mondjuk kerékpártúra keretében, vagy vízitúra keretében fedezik fel a térséget. Ugye 6 napot töltenek itt, ebből 5 napon keresztül különböző tematikus programokat kínálunk számukra. Van egy bringás nap, itt általában ilyen 40-50 kilométert tekerünk le velük reggeltől késő délutánig, amelynek során megnézünk különböző ikonikus műemlékeket, templomokat, természeti látványosságokat. A vízitúra keretében az öreg túrtra szoktuk őket vinni, ez leginkább a gyerekbarát vízitúra útvonala a térségnek, a Felső-Tisza vidéken. Buszos kirándulásba pedig, hát itt a Szatmárba, a Beregbe nagyon sok irányba kalandozunk, de amíg mondjuk a Beregfürdőről beszélünk, akkor meg természetesen visszük őket Hortobágyra, illetve a Tiszatúra. Van egy hagyományőrző program, amelynek a során ilyen forgószínpad jelleggel rengeteg állomás hely közül tudnak választani, itt az íjászattól, a néptáncon át, a különböző népi mesterségeknek a megismerésén keresztül, kézműves foglalkozásnak, kb. 6-8 program közül választhatnak. Illetve a Magyar Református Szeretett Szolgálat egy nagyon speciális közösségfejlesztő programmal, közösségfejlesztő játékokkal készül. Az eddigi programok közül mik voltak azok, amik a leginkább tetszettek nektek? Vasárnap érkeztünk, és így ez az 5. nap, amit itt töltünk. A programok azok nagyon jók, nekem nagyon tetszenek. Tegnap volt egy kenutúránk, meg egy kajak túra is,
és nagyon élvezetes volt, mert ilyen fákat kellett kerülgetni, tényleg ilyen kalandos volt. Neked ugyanezek tetszettek? Igen, nekem is a kenutúra tetszett a legjobban, mert szeretem a vizet és a természetet, és így pont a kettőnek az egyességét élhettük át. Mennyire jártatok már ezen a vidéken, hiszen ezért messziről érkeztetek. Mennyiben más ez a vidék, mint ahol egyébként éltek? Teljesen más, Törökszent Miklósról jöttünk, és azért az egy ilyen kisebb város, és itt nekem is sokkal jobban tetszik ez a hely, mert hát szebb, mondjuk azt. Nekem jobban tetszik. Tervezitek, hogy esetleg később annyira tetszik-e a hely, hogy később mondjuk visszatértek ide, akár családotokkal, vagy baráti társasággal? Szerintem nagyon szép ez a hely, és szerintem lehet róla szó nyilván, hogy visszatérünk, és tényleg annyira jó, hogy ki lehet szakadni az otthoni dolgokból, és így el lehet vonulni ide. Egy teljesen más hely. A résztvevő kiválasztásánál fontos szempont az esélyegyenlőség biztosítása. Általában a jelentkezést ahhoz kötjük, hogy a csoportoknak a 25%-ának hátrányos helyzetűnek vagy sajátos nevelésű igényű gyermeknek kell lenni, amely egyébként igazolható módon, tehát meg kell lenni azoknak az igazolási módoknak, amivel rendelkeznek ezek a gyermekek. Így tudjuk azt biztosítani, hogy egyrészt ezeket a gyermekeket kimozdítsuk azokból a közegekből, ami nagyon sokszor az esélyteremtést igényli. Tehát látjuk egész egyszerűen azt, hogy például egy nevelőszülős család, nevelőszülős lakásotthonból érkező gyermek számára mit jelentenek ezek a táborok. De alapvetően 25%-ról beszélünk össztáboroztatási szinten. A többi gyermek természetesen klasszikus általános iskolai vagy középiskolai diák, vagy éppen ifjúsági táborban résztvevő gyülekezeti tagról van szó. A program egy közel 600 millió forintos kormányzati támogatásnak köszönhetően valósul meg a táboroknak otthon biztosító 4 református üdülőközpontban, ahol infrastruktúrális fejlesztésekre is sor kerül. Itt Beregdarócon megújult a belső tér és több szobát is kialakítottak, ezzel már mintegy 70 főt tudnak itt elszállásolni. A beruházástól azt is várják, hogy Beregdarócz az örökség és kerékpáros turizmus egyik központjává válik a jövőben. Szeptember a demencia és az Alzheimer kór hónapja. Országos programsorozat keretében hívják fel a figyelmet a betegségre és az abban szenvedők ellátására. Ennek egyik állomása a Memória Melódia, amely nevéhez híven a zenével, egész pontosan a zeneterápiával kapcsolatos. Vendégünk a stúdióban Hadobásné Kis Hedvig, az Életforrása Egyesület elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszöntöm! Picit beszéljünk egy kicsit erről a programsorozatról, hogy ez miről szól, és hogyan csatlakozott hozzá az Egyesület, hogy miért. A Memória Melódia az egy országos program, az Alzheimer kafék hívták világra, minden évben más fontos momentumai szegmense és állomása van az Alzheimer kaféknak, ebben az évben a zeneterápiára hívja fel a figyelmet, és ennek kapcsán csatlakozott a mi egyesületünk is. Miért tartotta fontosnak az Egyesület, hogy ehhez csatlakozzon? Egyáltalán mivel foglalkozik az Egyesület? Az Egyesületünk ismeretterjesztése, felvilágosítással, tanácsadással, egészségfejlesztéssel, egészségneveléssel foglalkozik, és ebben az évben kitűztük célul, hogy minél több ismert anyagot juttatunk el a társadalomban lévő emberekhez, és felvilágosítjuk őket különböző területeknek a fontosságáról. A demencia területe az egy manapság nem elhanyagolható. Nagyon sok demens beteg él a társadalomban, nagyon sokan vannak, és sajnos azt lehet mondani, hogy egyre többen leszünk. Lehet számszerűsíteni? Hogy... 65 év felett már 10%-kal emelkedik a létszámuk, és 85 év felett viszont 40%-kal. Nyilván, ahogy öregszik a társadalom, egyre többen. Bár azt mondják, hogy a demencia nem feltétlenül korral, hanem sokkal inkább korral jár. Ez egy, így van. Valamilyen betegség. Hogyan fog zajlani egyáltalán, hogyan fog szólni a Memória Melódia? A hirdetményünk az úgy szól, hogy a bentlakásos szociális intézmények pályázhatnak erre a felhívásunkra. Egy kis filmet kell, hogy készítsenek a bent lévő idősekkel a zeneterápia kapcsán, amikor tevékenykednek és segítik, vagy
próbálják megállítani a folyamatot, vagy késleltetni, és ezt a kis, bizonyos kis filmet beküldik az egyesületünkhöz, és ezt mi ki fogjuk majd tenni a honlapunkra, és lájkolások, szavazások alapján a legtöbb lájkot kapó fogja majd elnyerni a külön díjunkat. Aminek kapcsán majd a Mandala Dalszínház fog egy musical csokrot előadni nekik, és ez abban az intézményben fog megtörténni, ahol a legjobb és a legtöbb lájkot kapó zeneterápiás filmecske fog készülni. Egy első hallásra ez úgy tűnik, mintha egy belterjes dolog lenne, hiszen idős otthonokról vagy szociális otthonokról beszélünk. Ugyanakkor azt gondolom, hogy rettentően fontos, hogy a széles nyilvánosság minél többet megtudjon erről a betegségről. Mindenféleképpen segítjük a társadalmat, és teszünk tájékoztató felületre különböző információkat a tünetekről, hogyan kell észrevenni, mi az, ami fontos jele lehet ennek a betegségnek, állapotnak, és ezáltal még többet szeretnénk nekik ismert anyagot átadni. Mi az az első jel, amire érdemes felfigyelni a környezetnek, vagy akár a beteg saját magán is észlelheti? Lényegében, hogyha érdektelenné válik, és csak ül és néz maga előtt, és órák hosszat ezt a tevékenységet csinálja. Ez már egy nagyon fontos momentuma. Gyakorlatilag bezárul a világ a bezárul betegnek? Bezárul a világ a betegnek, igen. Mit lehet ezzel kezdeni? Hogyan tudják ezt késleltetni, ezt a folyamatot, ezt említette? Hogy... Késleltetni úgy tudjuk, hogyha megfelelő terápiákkal, megfelelő akár most ennek kapcsán egy zeneterápiával, és segítjük ebben a szenvedőket. Tudják-e segíteni a hozzátartozókat is, hiszen nekik nagyon nehéz ezzel szembesülni, és a család élete teljesen felborul. Így igaz, tehát nem csak a betegre vagy a kliensre figyelünk, hanem figyelünk a hozzátartozókra, és ezért is fontos, hogy az Alzheimer kafék egyre elterjedtebbek legyenek, hiszen ott kapnak felvilágosítást egy picike kis szűk körben, egy családias légkörben, egy kávé, egy sütemény mellett meg tudjuk beszélni a problémákat, és ez már országszerte, azt lehet mondani, mindenhol elterjedt, mindegyik megye csatlakozott, és mindenhol vannak már Alzheimer kafék. Mik a legfontosabb tanácsok egy hozzátartozó számára, amikor ilyen betegség merül fel a családban? Hogyan viszonyuljon egy ilyen családtaghoz? A legfontosabb, hogy őrizze meg a nyugalmát, és kérjen segítséget. Ezáltal már egy olyan biztos pont lehet, egy olyan biztos szegmense lehet az állapotnak a segítésébe, hogy ők már azt lehet mondani, hogy folyamatosan egy olyan irányultságú és orvosi terápiát kaphatnak majd, amivel ezt a betegséget tudjuk megállítani valamilyen szinten, de inkább késleltetni. Gondolom magának a betegnek a nyugalmát is érdemes figyelni, hiszen hogyha a beteg feszülté válik, akkor csak rosszabb lesz az állapota. Igen, a betegnek a feszültségét azt viszont azt gondolom, hogy a hozzátartozó tudja a legjobban csillapítani, hiszen hogyha olyan kedvesen, ha olyan empátiával, ha toleranciával szól hozzá, és segíti és támogatja, akkor ez megnyugtató lehet számára. Rettentően ijesztő lehet az, hogy megváltozik a világ egy ilyen beteg körül. Nagyon fontosak lehetnek a stabil pontok, és ilyen stabil pontok lehetnek például azok a kis dalok vagy zenék, ami valaha kedvence Igen. volt. Pontosan ezért is a memória, melódia felhívja arra bizonyos kedvenc zenére a figyelmet, amiben jól érezte magát, hogy a távoli zene az, ami nekik még a memóriájukban él és megvan, és előidézi bennük azt a mosolyt, azt az örömöt, azt a boldogságot, ami volt bennük, és ezáltal sugárzóvá válhatnak. Ugyanakkor a hozzátartozónak nagyon fájdalmas lehet azt látni, hogy gyakorlatilag még él a hozzátartozó, de mégis elveszítette. Nekik nagyon nehéz dolguk van, nekik nagyon nagy támogatás kell, és segítségre szorulnak, de azon vannak a szakemberek, a bentlakásos intézményben a szakemberek, az orvosok, az ápolók, hogy segítsék őket.
Ugyanakkor sokan még mindig félnek ettől. Nem szabad elzárkózni, kérdezni kell, és megkapják a segítséget mindenféleképpen, azt gondolom. Mi az első lépés, hogyha ilyennel találkozik valaki? Ha ilyennel találkozik, az első lépés az, hogy kérdezzen, hogy mi az, amit neki tennie kell, és mindenféleképpen szakorvoshoz kell fordulniuk, meg kell állapítaniuk a demenciának a lényét és a fokozatát. Hogyan tud az Egyesület segíteni mondjuk ezeknek a betegeknek, hozzátartozóknak? Mindenféleképpen tájékoztatással segítjük őket, hogy milyen irányba és hova kell fordulniuk. És például ilyen programokhoz való csatlakozással. És például ilyen programokat tudnak hozzánk csatlakozni. Igen. Mikor zárul ez a programsorozat? Szeptember 21-én az Alzheimer világnap kapcsán lesz az záró napunk, amikor ez a bizonyos mandala dalcsokor, mandala musical dalcsokor majd meg fog történni. Lesz-e valamilyen más program is ezen a napon, szeptember 21-én, ismeretterjesztő előadások mondjuk? Ezen a napon ezzel zárul majd ez a tevékenységünk, és jövőre tervezünk még többet tenni értük. Már vannak konkrét tervek Már vannak konkrét tervek is, már vannak konkrét előadók is, akik szívesen fognak majd érkezni hozzánk. A dobásnék is Hedvig. Köszönjük, hogy befáradt hozzánk a stúdióba, és mindezekről beszélt nekünk. Kedves nézőink, ez volt a 35 perc, ezzel a műsorunkkal legközelebb szerdán várjuk Önöket. Addig is teljen kellemesen a hetük, és maradjanak velünk a folytatásban is. Kollégáim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!